Az elmúlt szombaton játszotta utolsó felkészülési meccsét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Zsitko Ernő emléktornán résztvevő budapesti honvéd látogatását adták vissza, és magabiztos győzelmet arattak a fővárosban. A mérkőzés végén az is kiderült, hogy teljessé vált a nyíregyháziak játékos kerete. Most járt le úgymond a próbajáték a Jordan Williamsnek, de láttuk egyébként már a múlt héten, hogy egyre jobban illeszkedik a csapatba, és egyre jobban fizikálisan is nyeri vissza az erejét. Úgyhogy természetesen fontos volt, hogy fog játszani a honvéd ellen, de mind ő, mind a csapat jó teljesítmény nyújtott, közel 20 ponttal tudtunk nyerni az utolsó edzőmérkőzésükből, és ami a legfontosabb számomra, hogy végre először teljes kerettel tudtunk kiállni. Ennek a csapatnak még biztos hetek kellenek, még igazi csapattá összeérik, de bizakodva várom a bajnokságot, bár a sorsolásunk nem a legegyszerűbb. A vezetőedző elégedett a 7 hetes felkészülés és az edzőmeccsek alatt tapasztaltakkal, de szerinte még időre van szükség ahhoz, hogy az általa vált szintet elérje a csapat. Kicsit stabilabb lepattanózást szeretnénk megvalósítani, hiszen tavaly elég sok meccsen szenvedtünk a lepattanózásra. Próbáltuk a csapatot úgy kialakítani, hogy ebben jobbak legyünk, illetve hogy kicsit mozgékonyabbak legyünk. Úgy gondolom, hogy ez sok meccsen működött is. Nyilván ami ennek az árán van az, hogy nagyon fiatal a csapatunk, és sajnos kiegyensúlyozatlanak vagyunk még, és ezt akár meccseken belül is, de valóban el kell tenni a pár fordulnak, hogy lássuk az ellenfelek erejét is, és lehetve a magunk erejét is. A kék cápák újdonsült csapatkapitánya Szobi Dániel is bizakodva tekint a bajnokság elé. Nagyon jó mérkőzéseket tudtunk játszani. Ugye megrendeztük a Zsitko Ernő emléktornát, ahol ezüstérmet tudtunk szerezni, ami jó eredmény. De talán még fontosabb, hogy olyan csapatok ellen tudtunk játszani, akik a bajnokság felső harmadába várhatóak. Gondolok itt ugye Szolnokra, Debrecenre. És ellenük győzelmet nem sikerült szereznünk, viszont nagyon bíztató periódusaink voltak. És hát ugye azt a Honvédot sikerült kétszer legyőzni, aki vélhetően majd inkább a vetétársunk lesz. Bár ne legyen igazam, és küzdjünk a Szolnoki és Debrecen ellen, de ebből a szempontból mindenképpen sikeresnek mondható a felkészülés. A Nyíregyháza csak úgy, mint tavaly, ezúttal is a Kecskeméttel játszik a nyitófordulóban, idén viszont idegenben lép pályára Pető Ákos együttese. A Kecskemétnek nagyon egy erénye, hogy együtt maradtak, és Milos Borisov személyében egy nagyon rutinos légiós, amit ki is tudták pótolni. Illetve a Pollárdot úgy gondolom, hogy a Towns személyében egy szintén hasonló kvalitású játékmesterrel tudták pótolni. Ez az erősségük, hogy egybe maradtak, rutinosak, biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Azt mondom, egy kicsikét a két stílus fog összecsapni, a fiatalság és a rutinos játékosok. Igyekszünk meglepetést okozni. A forduló további párosítása következő, atomerőmérse Albafehérvár, budapesti honvéd Falkókáci Szombathely, kaposvári KK Szolnoki Olajbányász, Oroszlány Körmend, Sopronkáci Deac és Zalaegerszeg Szeged.